Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ő rólad álmodik, megjelensz az ő álomképében. És ha álmokról van szó, nem minden álomnál van ez így, de gyakran egy álom az tulajdonképpen a mi lelkünknek az üzenete. És milyen álmokról van szó? Mit álmodott, vagy hogyan álmodozott rólad? Ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. Itt középen látható a fő téma. Ez a felhő azt jelenti, hogy valami átláthatatlan számára, vagy számodra, amit a felhő még jelenthet az idő. Mégpedig utal fél évre. Ez lehet a múlt, hogy valami visszatér a múltból úgy, ahogy fél évvel ezelőtti ezt átéltitek, vagy jelentheti a jövőt is, hogy fél éven belül szeretne valamit változtatni, szeretné az álmait megvalósítani. Itt a torony utal még korlátozásokra, hiszen fogva érzi magát, vannak félelmek, bizonytalanságok, és ez a koporsó vagy azt jelenti, hogy fél attól, hogy le akarod zárni ezt a kapcsolatot, vagy azt is jelentheti ez a koporsó, hogy nem mer beszélni az álmairól, az elképzeléseiről. Itt ez a medve jelenti az ő élet erejét. De mivel itt van a közelében a koporsó, arra is utalhatnak a kártyák, hogy jelenleg nincs meg ahhoz az ereje vagy a bátorsága, hogy rendezze a dolgokat, hogy beszéljen a terveiről. De ez a helyzet megváltozik, hiszen itt láthatóak az egerek. És a kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Az egerek eltávolítják ezt a felhőt, ami olyan, mint egy fátyol, valami átláthatatlan. Az egerek eltávolítják ezt a labirintust, eltávolítják a korlátozásokat, az egerek eltávolítják a koporsót is. Miután ez megtörtént, akkor itt megvan hozzá a bátorsága, hogy közeledjen hozzád. És mit mutatott számára ez az álom? Te megjelensz itt a szépségeddel, a nőiességeddel, hiszen erre utal ez a virágcsokor. Azt is jelenti, hogy itt lesz egy kellemes meglepetés, vagy egy közös tevékenység, egy kreatív munka. Itt a hold jelenti az álmait, a vágyait. Ez az álom nagyon fontos volt számára. Amit a hold még jelent, az érzelmek, hiszen érzelmekkel közeledtek egymáshoz, akkor is, ha kezdetben így barátilag, amit a kutya jelent, persze a kutya jelenti a hűséget is, hogy ő hűségesen ott marad nálad. A hold jelenti a vágyakat, az álmokat, az elképzeléseket, és itt a hajó szimbolizálja a reményt ehhez. Vagy egy belső utat, egy lelki utat. Az is lehet, hogy van köztetek egy kármikus kapcsolat, és ismeritek egymást a korábbi életetekből. Ő visszatért hozzád. Megvan a lelki kapcsolat, és az ő lelke üzente ezt az álmot számára. Persze ez a hajó jelenthet utazásokat, külföldi kapcsolatokat, egy közös utazást,
vagy egy látogatást, vagy egy meghívást, amiben reménykedik, hogy összefuttok itt a nyilvánosságon vagy a munkahelyen. Ez a horgony szimbolizálja a munkát, a hivatást, és a park jelenti a nyilvánosságot. Azt is jelenthetik a kártyánk, hogy veled együtt szeretne valamin dolgozni. Itt lesz egy közös tevékenység. Amit a horgony még jelenthet, hogy úgy érzi, hogy nálad le tud horgonyozni, és mutat téged büszkén itt a nyilvánosságon. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!